Nagyon hálás feladatot kaptam, hiszen az elmúlt években több százszor el kellett, hogy mondjam azt a különböző SUV-k tesztelése során, hogy ez egy olyan városi terepjáró, amivel kimerészkedhetünk akár terepre is. Ma viszont egy olyan autót mutatok be, ami egy igazi terepjáró, amivel kimerészkedhetünk akár aszfaltra is. Ő a Suzuki Jimny. Ebben az autóban pont úgy, mint egy sportautóban vagy egy versenyautóban, ahol minden a másodpercekről szól, itt pedig kompromisszummentesen minden arról szól, hogy ez az autó tényleg bárhol, bármilyen körülmények között elmenjen, elférjen, és meg is teszi ez a kis autó, mert minden műszaki paramétere, minden műszaki adottsága megvan ehhez. De mitől is igazi terepjáró egy valódi terepjáró? Hát attól, hogy az egész felépítése ugye úgy épül föl, hogy mindent kibírjon, mindenen átmenjen, és eljussunk oda, ahova csak szeretnénk. Ugye ehhez segít bennünket egy létra alváz, amitől nagyon masszív lesz a kis Jimny. És hát olyan terepszögeink vannak, hogy tulajdonképpen mindenre fölmegyünk, és mindenhonnan le tudunk jönni, akár előre, akár tolatva. Hiszen az első terepszög 37 fokos, hátul pedig 49 fokos, ez azt jelenti, hogy egy 49 fok majdnem, hogy egy ilyen falra föl tudunk vele menni, és fel is megy, mert hogy az All Grip Pro hajtásnak köszönhetően van benne egy olyan felező, amivel lefelezzük az áttételsort, és így az 1.5-ös 102 lóerős motor szinte bárhova elviszi ezt az autót. kiló az autó, és nagyon-nagyon jól mozgatja ez a 130 Nm-es sor 4-es benzines motor, nem is kell ebben nagyobb. A belső tér és egy terepjáróhoz méltóan van kialakítva, magasan ülünk, jól látunk mindent, egyenesek az ablakfelületek, egyenesek az oldalak, keskeny különben az autó, ezáltal nagyon-nagyon jól el tudunk menni szűk csapásokon is, és hát a fantasztikus terepszögeknek köszönhetően hihetetlen helyekre elmegyünk, és a nagyon jó tekercs rugóknak köszönhetően pedig az ilyen rossz minőségű úton is nem az, hogy elviselhető a közlekedés, hanem igazán kifejezetten élvezetes. Ez a Jimny ráadásul egy TGK, azaz tehergépkocsi, és ez azért jó, mert a cégek visszaigényelhetik az áfát a vételárból. A másik előnye pedig, és ez nem csak cégeknek előny, hanem halászoknak, vadászoknak és még erdészeknek is, hogy nagyon könnyű pakolni ebbe a csomagtartóba, mert hogy abszolút sík a pakoló rész, ráadásul 33 literrel nagyobb lett ennek a csomagtartónak az űrtartalma, mint a négy személyes változatnak lehajtott ülések mellett, úgyhogy így már 863 literes. Elől-hátul merev híd, négy darab tekercsrugó, és ami nagyon fontos, hogy nem egy önzáró differenciálmű van ebben az autóban, hanem folyamatosan figyeli egy komputer, illetve a szenzorok, hogy melyik kerék mennyit forog, és fékezgeti külön-külön a négy kereket, ezáltal lesz optimális mindig a hajtás. Amúgy ebben az autóban van Bluetooth kapcsolat, van ülésfűtés, a szervokormány az annyira könnyen kezelhető és annyira könnyen tekerhető bármilyen földes úton, bármilyen körülmények között, hogy kifejezetten komfortos az is. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy ez egy puritán terepjáró, tele van olyan kis extra kiegészítővel, ami kényelmesé teszi az utazást. A DSBS rendszernek köszönhetően a Jimnyben van vészfék asszisztens, van sáverhagyásra figyelmeztető, illetve van különben lejtmenet asszisztensünk is, meg visszagurulás gátlónk. Úgyhogy nem csak a kényelem tekintetében, de a biztonság terén is gondoskodó a Jimny. A használhatósága és a külső formajegyei miatt egyszerűen imádnivaló a Suzuki Jimny, és úgy gondolom, hogy önmagában is egy színes egyéniség, azonban, hogyha még színesebbet szeretnénk, akkor felár ellenében gyöngyház, illetve metál fényeket választhatunk, ráadásul akár két tónusban is.